Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Pócsmelyes Urány területén minden állandó és kiérkező dülőtulajdonost. Pócsmelyer község önkormányzata is csökkentett létszámmal, úgynevezett home office-szal dolgozik, nagyon sokan vannak otthon a kollégáink közül, ezért a napi szintű ügyintézést nem teljes körben tudjuk ellátni, de igyekszünk utolérni minden feladatot. Kérjük a lakosság türelmét, és kérjük azt, hogy mindenki a mi kis közértjeinkbe is a már megbeszélt szabályok szerint menjenek be és tartsák be azokat a normákat, amit a közérteknek a vezetői is kérnek. Még egy fontos közlemény, hogy a kompközlekedés, tehát Pócsmegyer-Lányfalu közötti kompközlekedésnek is változik a menetrendje. Kérünk mindenkit, hogy az önkormányzat honlapján, illetve az aktuális Facebook oldalakon tájékozódjanak, mindenben megpróbáljuk a lakosságot segíteni. Köszönjük a figyelmet, mindenki maradjon otthon, és mindenkinek jó egészséget kívánnék. Én is köszöntök mindenkit. Néhány szót szólnék arról, hogy mi ez az egész. Ugye ez a vírus, ez a koronavírus, ez egy állatokról emberre terjedő, de állatok közt is terjedő fertőzés. A probléma vele az, hogy nagyon nagy affinitása van szinte minden szövethez, tehát amikor bejut a szervezetbe, akkor a véráram útján bejut gyakorlatilag minden belső szervhez, csinál szívizomgyulladást, izomgyulladást, tüdőgyulladást, vesegyulladást. A szerencséseknél ez enyhén zajlik, a szerencsétleneknél meg nem. Tehát az, hogy ki mennyire szerencsés, vagy ki mennyire szerencsétlen, az eléggé lutri, úgyhogy hogy én azt kérek mindenkit, hogy amennyire lehet kerüljük a közelséget, illetve hát az átadás lehetőségét egymással. Továbbá szeretném azt mindenkibe tudatosítani, hogy a járványügyi intézkedések azok megkötő, megszorító intézkedések. Tehát nem arról van szó, hogy én azért nem mehetek a haverokhoz, mert hogy sajnálják tőlem, hanem azért, hogy ne adjuk át a fertőzést. Az az egy eset, aki most igazolt eset van a faluban, illetve a falun kívül van az eset, de az illetőnek a szülei itt laknak, ő nem nagyon beteg. Tehát éppen, hogy csak egy kis hőemelkedése van, kapar a torka, és szórja a vírust a világba. Tehát nem tudhatjuk, hogy éppen a kis enyhe átmeneti időben jelentkező megfázásos tünetek mögött mi lappang, illetve mi az, ami a kórokozó, mi az, ami a betegséget okozza. És nyilván nem kell lepra, meg pest is, meg középkori módon megközelíteni a kérdést, de úgy meg kell közelíteni, hogy nem tudjuk, hogy ki a fertőzött. Potenciálisan mindenkit fertőzöttnek kellene tekinteni. Olyan szinten, lehet ezt viccesen is kezelni, de olyan szinten, hogy ne fertőzzük meg egymást. Tényleg nagyon kérek mindenkit. Persze hazabeszélek, mert ugye az én munkám csökken ezzel, de az a pár ember, aki meghal, ne adja Isten, hogy meghal, az lehet, hogy elkerülhetné ezt a fertőzést. A másik, hogy hazavisszük a szeretteinknek, senki nem szeretné, hogy a szülője vagy a gyerekének az áldozata legyen az ő fertőzésének. Jó? Úgyhogy nagyon kérem, mindenki vigyázzon magára és a szeretteire. Köszönöm.